Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Tárgyalás. Folytatódott a tamási bántalmazók ügye. A helyes talajművelés és vízgazdálkodás szorosan összefügg. A földek táplálásának megvonása nem megoldás. Szaporodnak a telefonos és online csalók. Gátlástalan módszerekkel verik át az áldozatokat. Húsvéti hangulat. Tojással díszítették fel a fát Tolnán. A szekszárdi törvényszéken folytatódott az a tárgyalás, melyben két tamási férfit halált okozó testi sértés büntettével vádoltak. Olyannyira összeverték a sértettet, hogy ő később belehalt sérüléseibe. Éppen a bilincset veszik le a rendőrök az egyik vádlottról. A két férfi szívességi használóként lakott együtt a sértettel, annak tamásiban található tanyájában. Őt már a halált okozó eset előtt is többször bántalmazták. Ennek ellenére több tanú, ismerősök, rokonok elmondás állítása szerint folyamatosan, több alkalommal is legalábban viselkedtek a sértettel, bántalmazták, olyannyira, hogy a sértett a rokonai állítása szerint több alkalommal is segítséget kért, ezt a testvére megerősítette. A két elkövető aztán még 2022-ben egy tamásiban található parkban verte össze áldozatát, amikor pénzen vitatkoztak össze. A vád szerint a sértettet arcon ütötték és megrúgdosták. A bántalmazott a sérüléseiben nem sokkal később a kórházban belehalt. Az ügyészség mindkét fél esetében börtönbüntetést indítványozott. A másodrendű elkövető bocsánatot kért tetteiért. Nem tudtam hamar akadályozni ezt a kettőt, és még a családomtól, amikor sajnálom a végkeret A bíró a tárgyaláson ítéletet hozott az ügyben. Elsőrendű vádlott bűnös testettesként elkövetett testi sértés büntetében. Ezért őt a bíróság 4 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre, valamint 5 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön. Elsőrendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés büntetésbe a 2022. szeptember 15. napjától eltelt időt beszámítani rendeli. A másik elkövetőt a bíróság szintén bűnösnek találta. A másodrendű vádlott bűnös testettesként elkövetett testi sértés büntetében. Ezért, valamint garázdaság vétsége miatt őt a bíróság halmazati büntetésül 5 év szabadságvesztés büntetésre, valamint 6 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozata börtön. A másodrendű vádlott a szabadságvesztés büntetésből legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a szabadságvesztés büntetés időtartamába a 2022. szeptember 15. napjától előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítani rendeli. Az első rendű vádlott elfogadta az ítéletet, a másodrendű vádlott fellebezett. Jelentősen visszaesett a műtrágya felhasználása az ország földjein. Az utóbbi néhány év időjárási viszontagságai, illetve a háborús helyzet következményei mind negatívan befolyásolják a mezőgazdasági piac alakulását. A gazdáknak muszáj alkalmazkodni a jelenleg kialakult bizonytalan helyzethez és spórolni. Az intenzív mezőgazdaság fontos és meghatározó része a műtrágya felhasználás. Ez elsősorban rövid távon van ráhatással az adott év termés eredményére. Másodszorban meg kell említeni, hogy a nem megfelelő műtrágya felhasználás pedig a talajink romlását is előidézi. Két oldalról lehetne ezt megközelíteni, az egyik az, hogy milyen műtrágyát használunk fel, tehát ami a talajink számára nem okoz elsavasodást és nem okoz savanyú talajokat a végén, másik oldalról pedig a humusznak a megtartását, mennyibe szolgálja a tápanyag visszapotlásunk. Ez pedig a jövőnket tudja megenni saját magunk alól. A vízgazdálkodás nem csak azt jelenti, hogy megtartjuk a vizet, hanem figyelembe kell vennünk a klímaváltozást is, ami évről évre szélsőségesebb. A helyes talajművelés és táplálás szorosan összefügg a vízgazdálkodással. Ez egy önámítás, hogy egy műtrágya visszafogással tudunk dolgozni. A legalapvetőbb termelési eszközünket engedjük ki a kezünkből.
Ha nem etetjük a talajt, nem etetjük a növényünket, nem okszerűen gazdálkodunk, akkor nem is tudunk várni normális termés eredményt. Lehet spórolni ma már, hiszen nagyon jó gépek vannak, és meg lehet takarítani a vizet, nagyon sok vizet meg lehet fogni egy okszerű talaj műveléssel. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szántóföldi növénytermesztéssel vagy a ráépülő állattenyésztéssel a mezőgazdaság egy komplex rendszer, nem egyes elemeivel kell külön foglalkozni. A vízgazdálkodás és annak a műszaki háttere az rendkívül fontos ahhoz, hogy megfelelően lehessen gazdálkodni ezeken a mélyfekvésű területeken. Evidens ez nem a dombtetőn fog megtörténni, de hát Magyarországon hál' Istennek van Kapos folyó, van másik, sorolhatnám is ebben, nagyon-nagyon sok jó minőségű föld van ott mellette, csak rendbe kell tartani a műtárgyakat. Molnár István két elvet kombinál évtizedek óta a sikerhez. Az előre gondolkodást és az újító technológiák kutatását, tesztelését a mezőgazdasági gépesítésben. Tekintsék meg rövid híreinket! A Vármegye rendőrei a készenléti rendőrség határvadász ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztatják az érdeklődőket. Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A napokban az egyik bonyhádi nagyáruházba látogattak el, ahol szórólapokot osztottak, melyek további információkat nyújtanak a szerződéses határvadász jogviszonyról. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminiszterének előterjesztésére dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy javaslatára a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést adományozta Várai Tamás Zoltán tűzoltó zászlósnak, a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerparancsnokának. Tűzoltósági tanácsosi címet kapott Gulyás István, tűzoltófőtörzs őrmester, a Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beosztott tűzoltója. Soron kívül előléptették tűzoltó zászlossá Herold Miklós tűzoltófőtörzs őrmestert, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság referensét. A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát adományozták Müller Katalinnak, a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének. Szekszárd megyei jogováros önkormányzata folytatja a vetési varjak lakótelepre költözésének megelőzését, ezért megrendelte Bódis Gergely Solymásztól a ragadozó madarak nagy intenzitású, nagy sűrűségű reptetését azokon a területeken, ahol problémákat okoznak a varjak. A solymász a solymokat reptetve több hektáros területet is le tud fedni. A solymász várhatóan 3-4 hetet tölt a városban. A Toldi utcában, a Bajcsi-Zsilinszky utcában, illetve a Kölcse és Vosinszky lakótelepek környékén végzi a munkáját. Továbbra is aktívak az online és telefonos csalók Tolna vármegyében. Az átverésekről az elmúlt napokban sok esetben érkezett bejelentés a rendőrséghez. Többeket millió forintos tételekben károsítottak meg. A bejelentések a napokban csaknem Tolna vármegye teljes területéről érkeztek. Az úgynevezett unokázós csalásokhoz hasonló módszer továbbra is népszerű. Ennek a módszernek a lényege az, hogy vezetékes telefonon hívták fel az gyanútlan áldozatokat, és azt mondták nekik, hogy valamelyik családtagjuk bajba keveredett. Egy ügyvédre hivatkozva történtek meg ezek a telefonhívások, hogy a rendőrök bevitték a rokonukat, és csak akkor fogják szabadon engedni, akkor tudja az ügyvéd elintézni, hogy a komolyabb összegeket adnak. Nagyon sokan szerencsére nem dőltek be ennek a mesének, azonban volt sajnos egy szekszárdi áldozat, aki közel 7 millió forintot adott át a csalók részére, vagyis küldött el a csalók részére, ezzel 5-7 millió forinttal károsították meg. Vannak olyan simlisek, akik különböző pénzintézetekre hivatkozva akarnak átverni embereket. Ennek a rendszernek továbbra is sokan áldozatául esnek. És ennek az egész átverésnek az a legdurvább következménye, hogy ezeknél az eseteknél a bankszámlánkhoz hozzáférve valamennyi pénzt leveszik az ember számlájáról, de tulajdonképpen az egész életének a megtakarítását elveszik tőle, itt több millió forintokról beszélünk. Most már nem csak magánszemélyeket, hanem cégeket is megkeresnek hasonló módszerekkel. Egy bonyhádi vállalkozástól 15 millió forintot vettek el, hiszen hozzáfértek a kártya és bankszámla adatokhoz.
Az előbb említett esetben feltehetően vagy online telefonkönyvből, vagy pedig rendes lapozható telefonkönyvből random módon hívják fel az embereket, és random hivatkoznak családtagokra. Aki figyelmes, és azt mondja, hogy nekem nincsen unokám, vagy nekem nincsen lányom, nincsen fiam, és figyel, akkor őt nem fogják tudni átverni. De sajnos az a tapasztalat, hogy ilyen esetekben az embernek egy kicsit beszűkül a tudata, hogyha azt hallja meg, hogy a családtagjával probléma van, és valami baj történik, akkor nem feltétlenül gondolja azt, hogy a vonal túlsó végén csalókkal van dolga, hanem azt gondolja, hogy valóban vagy hivatalos személy, vagy egy ügyvéd az, aki őt megkeresi. Ha beszűkül a tudatállapot, akkor annak meg az a következménye, hogy az ember olyat is megtesz, amit egyébként tiszta tudatállapotában nem tenne meg. A szóvivő hangsúlyozta, a legfontosabb, hogy abban az esetben, ha olyan hívást kapunk, miszerint családtagunkkal valami történt, akkor bontsuk a vonalat, hívjuk fel közeli hozzátartozónkat, és győződjünk meg róla, hogy valóban bajban van-e. Hogyha banki csalókról beszélünk, akik pedig pénzintézetek nevében hívják fel az embereket, ott pedig szintén ugyanez a javaslatunk, hogyha valaki bankra hivatkozva mondja, hogy gyanús tranzakciókat tapasztalnak a számlánkon, akkor rögtön köszönjük meg a tájékoztatást, és mondjuk el, hogy hamarosan be fogunk menni a saját bankunkba, és majd ott személyesen intézzük az ügyet. Itt is az esetek 100%-ában meg fog szakadni a vonal, és innentől nem fognak bennünket a csalók hívni. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság a különböző pénzintézetekkel együttműködve próbál fellépni a csalók ellen. Rövid híreink következnek. Több mint 10 000 olyan autóvezető volt, aki nem kapcsolta be a biztonsági jövét, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A március 11-e és 17-e között zajlott országos ellenőrzés során a rendőrök 15.449 esetben tapasztalták a biztonsági jöv használatának elmulasztását, túlnyomó rész 11.753 alkalommal a járművezető nem kapcsolta be a biztonsági jövet. A gyermekbiztonsági rendszert 265-en nem használták, 52 motorkerékpáros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Vereséget szenvedett a bonyhádi kosárlabda csapat a Kanizsa KK elleni idegenben 101-72-re. A vendégek nem teljes kerettel utaztak el a mérkőzésre, mert többen is betegeskedtek. Elsősorban a védekezéssel akadt gondjuk, közölte Kovács Balázs, mindenhonnan lekéstek kicsit, a besegítések sem működtek. A rövid kispad miatt hamarabb el is fogytak, így az utolsó negyedre már minden lényegi dolog eldőlt. Legközelebb Mosonmagyaróváron lépnek pályára. Szoros csatában ugyan, de végül vereséget szenvedett az atomerőmű ESE az STS Edeák vendégeként a Tipmix férfi NBA 1 A csoport 24. fordulójában. Az atomvárosiak közül Kasszim Nikolson dupla-duplát ért el, 24 pontot dobott és 12 lepattanót szedett össze, azonban ez is kevésnek bizonyult. A jobb dobó százalék és a kevesebb hiba a hazaiak oldalára billentette a mérleg nyelvét. Az ESE továbbra is szenved, jelenleg a 13. a tabellán. Több mint 1500 darab saját készítésű tojással díszített fát Tolnán a Vándorló Szépkúróak baráti köre. A csoportvezetője azt mondta, évek óta dédelgetett terve valósult most meg. A húsvétnak Európa szerte talán legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás. A tojásfa díszítésének megvalósítását Zsinka János a múlt év végén a 2024-es esztendő programjainak tervezése során határozta el. A vezető a kivitelezést Berta Zoltánnal, Tolna alpolgármesterével egyeztette a szükséges engedélyek megszerzése érdekében. Onnantól kezdve mentek a dolgok, főtettük a csoport oldalára, és hála a jó Istennek, hogy a csoporttársak mindenki pozitívan állt hozzája. Most a tudomásom szerint 1550 darab tojás van feltéve, ami egyharmad része polisztirol, meg műanyag, de a többi azok mind kacsatojás, meg tyúktojás ki vannak fújva, és különböző technikákkal vannak elkészítve. A tojások több hét alatt készültek el, a csoporttagok saját maguk fújták ki őket. A dekorálást megelőzően többen izgultak az időjárás miatt, azonban ez a tényező végül nem szólt közbe. Vásároltunk készen műanyag tojásokat, aztán hungarocell tojásokat, de például hungarocellből kis virágokat is csináltunk, vagy laminálva fölkerültek csibe rajzok. Tehát nagyon sokféle módon azt szerettük volna, hogy minél színesebb legyen. Rül Gizella kiemelte, nagy öröm számukra, hogy több csoporton kívüli városlakó is kilátogatott és eljött segíteni. A szervezet a tojásfa díszítéssel szeretne hozzájárulni a város mindennapi életének színesítéséhez. Regionális híreink következnek. Böf. Nagy volt az érdeklődés a füstölt finomságok iránt a Kishegyen.
Elkezdődött a csillagászati hét a Zsolnai negyedben. Űrkutatási előadások, távcsöves bemutatók. Cél a súlyos szövődmények elkerülése, korai felismerése. Nemzeti diabétes stratégián dolgoznak pécsi szakemberrel. Füstölt pisztráng, smokerben készült hamburger, füstölt kolbász, tepertő és még sok egyéb finomság várta az érdeklődőket a második Böff fesztiválon. A balatoni borok és füstölt falatok napjára több száz vendég érkezett szinte az egész országból. A helyszín ezúttal a Kishegy volt, a szervezők célja, hogy már tavasszal is vonzó legyen a magyar tenger a turisták számára. Incsiklandó ételek készültek a smokerben ennél a balatonlellei vendéglátóhelynél. Különlegessége, hogy az alapanyagok nagy részét maguk termelik meg, és abból készítik ételeiket. Mint mondják, náluk elsődleges az egészséges ételek készítése. Nálunk az étteremben sincsen semmi bőolajban sütve, ennek mi így ellene vagyunk, próbálunk mindent egészségesen elkészíteni, és nekünk az alapmottunk az, hogy az vagy, amit megeszel, ezért is használunk csak az olyan alapanyagokat, amiket mi ellenőrzetten és kontrollálatlan tudjuk, hogy az micsoda. Az első Böff fesztivál még egy másik helyszínen várta az érdeklődőket. Az idei új helyszín azonban több szempontból is tartogatott újdonságokat. Ez az első olyan rendezvény a környéken, ahol egy nagyon merészet húzva előzetes jegyvásárláshoz kötöttük a részvételt, és hát nem várt siker, elővételben közel 500-an vettek jegyet, úgyhogy egy nagyon-nagyon sikeres rendezvénynek nézünk elébe. A vendégek nem csak finom ételeket és balatoni borokat kóstolhattak, de a pálinka készítés rejtelmeibe is belekóstolhattak. Pak Gábor szerint az ilyen bemutatók nagyon hasznosak az érdeklődők számára. Mondjuk egy ilyen élő bemutatóval, ahol megmutatjuk a hibákat, hogy mitől rossz egy pálinka, ez meg aztán tényleg nagyon-nagyon hatékony. A héten most már másodszor főzök így kint vendéglátóegységbe, és mesélek a pálinkáról. Amikor tényleg meg tudom mutatni a hibákat, akkor az nagyon hatékony. Tehát az nagyon látnagy az embereknek. A dél-balatoni borászatok vezetői szerint fontosak az ilyen rendezvények, hiszen a látogatók minőségi ételeket, italokat fogyaszthatnak, amelyekre egyre nagyobb a kereslet. Minőségi rendezvényeket és olyan minőségi szolgáltatást kell adni ahhoz, hogy tényleg az emberek eljöjjenek, és hogyha ez megvan, akkor látjuk, hogy az adott példa is mutatja, hogy működik a dolog, úgyhogy mindenképpen én is ebben hiszek, és ezért küzdök, meg ezért dolgozok én is, úgyhogy mindenképpen az egész éves Balaton a nekünk az egyetlen víziónk tulajdonképpen. A balatoni turizmus résztvevői hosszú évek óta fáradoznak azon, hogy ne csak két hónapról szóljon az éves turizmus a tónál. Úgy látják, fáradozásuk, munkájuk gyümölcse kezd beérni. Azt gondolom, hogy a balatoni szezon ténylegesen most már egyre hosszabb. Tehát érezhetően most március 16-a van lent a városban, egy futóverseny van, rengeteg emberrel. Itt fönn a Kishegy tele van, alig lehet parkolóhelyet találni. A sátor is 5-kor kezdődik az első koncert, de biztos vagyok benne, hogy addigra teljesen meg fog telni. Tehát most már tényleg elmondhatjuk azt, hogy a Balaton nem egy két hónapos történet. A Balaton tényleg egy egész évben élő és lüktető turisztikai desztinációvá vált, ami azt jelenti, hogy az emberek keresik a programot. És keresik azokat a lehetőségeket klasszikus főszezoni időn kívül is, ahol eljöhetnek és jó ételeket ehetnek, finom borokat ihatnak, és egy jó programon vehetnek részt. A második Böff fesztiválra több százan voltak kíváncsiak a szemerkélő eső ellenére is, kora estére pedig a vendéglátósok által készített finomságok is elfogytak. A Zsolnai kulturális negyedben egy héten át különböző témába vágó programokkal várják az univerzum iránt érdeklődőket. Aktuális űrkutatási, csillagászati témájú előadásokkal, interaktív kiállításokkal és a legnépszerűbb planetáriumi bemutatókkal készültek a látogatóknak a csillagászati hét során. Természetesen a legkiválóbb szakemberekkel is találkozhatnak a vendégek. 1952 óta van csillagászati hét Pécsen. Csak a Covid idején szünetelt a programsorozat. Jelentős ismeretterjesztő tudósokat hívtak és hívnak meg most is a hét során. Így például Gyenizse Péter csillagász is az elmúlt negyed században rendszeres résztvevője volt a programnak. Most ebben az évben is ugyanígy járunk el a Zsolnai negyedben, ahol hétfőtől péntekig délután 6 órától lesznek
speciális előadásaink, amik meghívott előadók által a világegyetem legérdekesebb dolgairól fognak szólni. A mai napon például Kis László érkezik, akadémikusunk, aki ugye az interneten is ilyen influencer, tudományos influencer, és nagyon érdekesen fog beszélni a sötét anyagról és sötét energiáról, ami úgy tűnik, hogy mozgatja az egész világegyetemet. Sajnos az a rossz hírem a későn érkezőknek, hogy erre már minden jegy elkelt. Mint ahogy a szerdai beszélgetésünkre is, amikor a 4 űrhajós jelölttel fogunk kollégánkkal beszélgetni arról, hogy ők mit várnak ettől az utazástól, vagy éppen milyen élményeik voltak eddig ezzel kapcsolatban. A Marsra is lehet kirándulni, melyről Kovács József csillagász beszél majd. Megtudhatjuk, hogy ha majd egyszer eljutnak űrhajósaink a Marsra, akkor milyen kihívásokra számíthatnak. A kettős csillagok életéről is hallhatunk érdekességeket Hegedűs Tibortól. A tejútrendszerünkben a csillagok nagy része az nem egyedül kering, mint a napunk, hanem általában úgymond családosan 2-3-4 csillag együtt, és ezeknek a viharos családi életét fogja nekünk kifejteni Tibor. Pénteki napunk egy kicsit talán kakukktojás, vagy olyan szempontból az, hogy nem csillagász előadónk lesz, hanem egy neveléskutató, neveléstörténész, mégpedig Nagy Ádám, aki arról fog beszélni, hogy részben természetesen csillagászati témakörben is, de földön, vízen, levegőben, máshol is, a különböző fantasztikus művekben milyen magyar szereplők jelennek meg, akár a világhírű filmekben is, vagy ihlettek meg bizonyos szereplőket. Folytatódnak a planetáriumi előadások, melyen belül távoli galaxisokról hallhatunk különleges történeteket. Hétvégén speciális programok is lesznek. A szombat délelőtt az főleg a gyerekeké, filmvetítésekkel, de lesznek más érdekes programok is ott mellette. A vakoknak és gyengén látóknak például 3D-be kinyomtatott rengeteg sok modell, amivel ők is bejárhatják a naprendszert és azon túli világot is, ezt a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek köszönhetjük. És hogyha szép derült időnk lesz, akkor pedig távcsöves bemutatóink is lesznek, szombaton, vasárnap, napközben, napnézés délben, illetve csütörtökön és szombaton este, ha derült idő lesz, akkor pedig esti bolygó és csillag megfigyelés onnan a Zsolnai negyedből. A programok a Zsolnai negyedben található planetáriumban és környékén, illetve az E78-as teremben várják az érdeklődőket. Magyarországon több, mint 1.200.000 cukorbeteg él. Az 1-es vagy 2-es típusú diabétesszel érintettek élethelyzetének könnyebbé tétele rendkívül fontos, ezért a kormány megkezdte a Nemzeti Diabétes Stratégia kidolgozását. A Magyar Diabétes Társaság is segítséget nyújt ehhez a munkához. A szervezet elnöke a Pécsen dolgozó Wittmann professzor, aki a stratégia legfontosabb intézkedéseit foglalta össze stábunknak. Fontos a cukorbetegség súlyos szövődményeinek minél gyorsabb felismerése, diagnosztizálása. Ez kiemelt része legyen a diabétesz nemzeti stratégiának. Ezt javasolja a Magyar Diabétesz Társaság. Az egyik leggyakoribb, hanem a leggyakoribb ok az amputációt, a végtag levágást illetően a cukorbetegség, és sajnos ebben az elmúlt 10-valahány évben semmiféle javulás nem látszik. Ezért az első helyen azt javasoltuk, hogy nevezzük meg az amputációt, mint stratégiai együttműködési területet, és próbáljuk meg ennek az előfordulását csökkenteni. Ezzel párhuzamosan szeretnék megelőzni, hogy egyáltalán kialakulhasson olyan állapot, amikor már csak a végtag csonkolás jöhet szóba. Próbáljuk meg a lábkezelést általában előtérbe hozni, podiáter képzést elismerni, a podiáterek foglalkoznak a lábbal, a podiáter működését finanszírozni, ezek voltak a javaslataink, illetve szociális oldalról azt javasoltuk, hogy a már amputációra került betegek, sajnos sokan vannak, életminőségét is lehessen javítani. Az idült vesebetegség leggyakoribb oka a cukorbetegség. Ennek előfordulása igen magas Magyarországon. Csak minden 10. cukorbeteg vesebeteget diagnosztizálnak. Ezen az arányon mindenképpen javítani kell, mondja a társaság elnöke. Ezt szintén javasolják a Nemzeti Stratégia feladatai közé. A harmadik a cukorbetegség és a szembetegség kapcsolata. A szemszövődménynek a követése és vizsgálata sajnos az egész cukorbeteg népességre nem terjed ki. Az volt a felvetésünk, hogy érdemes lenne a szakellátóhelyek központjaiban, tehát Budapesten, a megyei városokban, az egyetemi centrumokban
elhelyezni olyan készüléket, amelyik fényképezéssel le tudja fényképezni a szemfeneket. A szemfenéken látszik a szövődmény, a súlyos szövődmény, és ezzel lehetne segíteni a diagnózist és a kezelést is. Így a cukorbetegség miatti vakság megelőzhető lehetne a rendszeres ellenőrzéssel. Mivel a szemfenéki eltérések eleinte nem okoznak panaszt, a látást nem rontják, ezért előfordul, hogy későn kerülnek felismerésre. A Diabétesz Társaság javasolja még, hogy az általános iskolákban, középiskolákban külön órán legyen szó a cukorbetegségről. Így a fiatalokban korán tudatosulhat, hogy milyen veszélyeket jelenthet ez a kór. A Nemzeti Diabétesz Stratégia bevezetése a következő években történhet meg, mondta a szakember stábunknak. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Tárgyalás. Folytatódott a tamási bántalmazók ügye. A helyes talajművelés és vízgazdálkodás szorosan összefügg. A földek táplálásának megvonása nem megoldás. Szaporodnak a telefonos és online csalók, gátlástalan módszerekkel verik át az áldozatokat. Húsvéti hangulat, tojással díszítették fel a fát Tolnán. Szerdán a délelőtti időszakban derült, fejlőtlen égbolt lesz a jellemzőbb. Délután is marad a napsütés, de fátyol fellőzet szűrheti itt-ott a napsugarakat. Csapadék nem érkezik, gyenge marad a légmozgás. A fagypont körüli hajnali időszakot követően délutánra már jellemzően 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!